Köszöntöm az Alajegárszegi Televízió nézőit, a Kultúrkör című kulturális magazin műsort látják. Ma is tartalmas fél órával készülünk, nézzük, hogy milyen témákkal várom önöket. Élmény dús nyár, kézműves táborok a Göcsei Tudás Központban. Repertoár, az ellentétek harmóniája. Rendhagyó tárlatvezetések zópkati divattervező kiállításán. Titkok a városban, különleges séták Zalaegerszegen Tódor Tamással. Vendégem Niki Csár a Göcsei tudás Tudásközpont szakmai koordinátora. Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Nyár van, mindenkit pihen veletek ellentétben a Tudás Központban, hiszen várjátok a gyerekeket folyamatosan különféle kézműves táborokkal. Milyen táborok voltak eddig, és mit tapasztalsz, hogy mennyire népszerűek ezek? A tavaly éppen négy tábort szerveztünk, és ezt a hagyományt idén is folytattuk. A négy táborban 88 gyermek vett részt, ma van az utolsó nap ebből a táborsorozatból. Különböző kézműves foglalkozásokat tartunk. A göcsei Kézműves Egyesület tagjai, táborvezetők és segítők vannak, akik segítenek a gyerekeknek, és ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy jó szórakozást biztosítunk. A kézművességnek mely ágaival ismerkedhettek meg nálatok a gyerekek? Nagyon sokfajta kézművességet próbálhattak ki. Vartunk párnát, készítettünk egy ilyen kis dobozt, amit az újrahasznosítási egyében készült, és ebben pakolták be az egész heti kis alkotásaikat, és ebbe vitték haza a péntek délután. Ezen kívül bőrrel foglalkoztunk, nem ezeltünk, agyakkal foglalkoztunk, gyöngyöt fűztünk, tehát nagyon sokfajta kézművességet ismerhettek meg. Hogy tapasztaljátok, hogy milyen igény mutatkozik ezekre a programokra? Hát nagyon sokan jöttek, tavaly ugye a létszámunk az ilyen 12-14 fő volt, idén a 22-nél már sajnos azt kellett mondanunk, hogy többet nem tudunk fogadni, mert ugye megfelelően nem tudtunk volna foglalkozni velük. A Göcsei Tudásközpont tavaly nyílt, és Bevallottan a missziótok tulajdonképpen, hogy ezeket az elfeledett népi mesterségeket is életben tartsátok, hogy tapasztalod, hogy a gyerekek mennyire fogékonyak ezekre, amit ti próbáltok átadni számukra. Vannak hagyományos kézműves szakmák, és természetesen emellett olyan kézműves szakmákat is megmutatunk, mint a quilling, a papírtechnika, vagy a textil szobrászat, tehát ami a mai kornak is megfelel. Nagyon élvezik, főleg az agyagozás szeretik, a bőrrel szeretnek dolgozni, de emellett nem ezelni, tehát a többi olyan szakmát is, amit itt a házban a kézművesek bemutatnak. Ez egy tudatos döntés volt, hogy a régi korok mesterségei és a modern technikák egymás mellett életben tarthatók? Igen, ugye követjük a hagyományokat, de emellett szeretnénk a modern kézművességet is megmutatni. Azokat az új, ami a gyerekeket jobban érdekli, tehát hogy hogy tud egy textil szobrot elkészíteni, vagy hogy tud egy olyan bőrkarkötőt, ami már gyöngyök szerepelnek, fűzéssel, tehát ezek a szakmák mind érdeklik a gyerekeket. Nem csak a gyerekek miatt vagytok, ha jól tudom, akkor felnőtteknek is tartotok foglalkozásokat, és ez egy kicsit már átvezet az őszi programokhoz, hogy mivel várjátok a közönséget? Hát felnőtteknek három kézműves műhely van az emeleten, tíz kézműves felváltva dolgozik naponta három kézműves, megtalálható a kerámikus, a csipkeverők, a nemezelő, a gyöngyfűző, a bőrdiszműves, a foldvarró, tehát nagyon sok fajta tevékenység van a házban, és minden nap, amikor dolgozik az a kézműves, aki az nap van bent a műhelyben, 4 órától hat óráig szakkör tartunk, gyerekeknek, felnőtteknek lehet jönni és ki lehet próbálni. Nagyon-nagyon különleges táborra készültök jövő héten, mi lesz ez? Hétfőtől szeretnénk egy olyan tábort, ami fontos nekünk, hogy minden gyermekhez eljusson az alkotás öröme, és úgymond egy olyan tábort fogunk, ahol azok a gyerekek jönnek el, akiknek a szülei esetleg nem engedheti meg, hogy kifizesse a tábornak a költségét, és a Göcsei Kézműves Egyesület a Városi Civil Alap támogatásával ezeket a gyerekeket hívta meg a táborába, és nagyon sokfajta kézművességet fogunk, 14 fajta kézművességet fognak a gyerekek bepillantásra, vagy megpróbálni ezeket az alkotásokat elkészíteni. Emellett néptáncot is fognak táncolni, és kilátogatunk a piacra, és a tudatos vásárlással kapcsolatban fogunk nekik beszélgetni. Hogyan jött az ötlet, hogy megvalósítsatok egy ilyen jellegű tábort, és aztán lépésről lépésre gondolom nem volt egyszerű a megvalósítás, de hogyan jutottatok el odáig, hogy jövő héttől valóban ez létrejön? Felvettük a kapcsolatot olyan egyesületekkel, mint például a nagycsaládosok egyesülete, vagy az egyszülős egyesülettel, ahol olyan gyerekek vannak, ahol több gyerek van, három gyerek van, négy gyerek van, és nem tudnának elmenni egy ilyen táborban, és őket szólítottuk meg, és tőlük fognak jönni a gyerekeket be a táborba. Hogyan gondolom, hogy azért sokkal több gyereket is vendégül tudnátok látni, mint ahányan részt vehetnek. Mi volt a szelekciónak az elve, azok, akik részt vehetnek? Itt teljesen hagyatkoztunk arra, hogy kit ajánl az Egyesület, és ők jönnek ezekben a táborokban. Egyetlen ilyen tábor lesz? Nem szeretnénk folytatni, tavaly is mind a négy táborunkban voltak olyan gyermekek, akik szerettek volna jönni, de folytatjuk, tehát ez hagyománya lesz, és minden évben szeretnénk a mi táboraink mellett olyan tábort, ahol azok a gyerekek is eljönnek, akik szeretnék az alkotásnak az örömét érezni. Te a Tudásközpontnak a szakmai koordinátora vagy, de talán nem idegen tőled ez a téma, mennyire tud felvállalni a Tudásközpont ilyen jellegű kezdeményezéseket még ezen kívül? Hát nagyon sokfajta programmal készülünk, tehát tavaly elkezdtük össze a hagyományőrző napok szervezését, ahol ingyenes kézműveskedés van, előadássorozatok vannak, kulturális programok vannak, és természetesen helyi termékvásár is van. Most szeptember 16-án lesz a következő, tavaly már volt szó a a fáról, a szénáról, szalmáról, akkor az agyagról. Most idén a következő az a széna, a széna felhasználása lesz a, a, a háztartásban, a kiskertekben és az állattartásban. Erről lesz egy előadássorozat, és ehhez kapcsoljuk lesz verseny, ahol lehet készíteni szalmaképet kicsiknek, felnőttnek különböző kategóriában. Hogyan bővül azoknak a kézműveseknek és szakembereknek a köre, akikkel együtt tudtok dolgozni? A házban a Götcsei Kézműves Egyesület tagjai dolgoznak, ezen kívül az alai szakör is részt vesz a munkánkban, és közös kiállítást is szervezünk, tehát az évet mindig azzal zárjuk, hogy a Götcsei Kézműves Egyesület és a Tudásközpontban dolgozó kézműveseknek egy közös adventi vásárt, egy bemutatkozást szoktunk rendezni. Van lehetőség arra, hogy csatlakozzanak még hozzátok kézművesek, vagy most ekkora a keret? Nem, szeretettel várunk mindenkit, mindenkinek tudunk helyet szorítani. Az Egyesületünkben 33-an vagyunk, ebből 28-an kézművesek, és a házba is szeretettel várunk, tehát vannak még napok, ahol lehet jönni, és lehet alkotni velünk együtt, vagy megmutatni azt, amiben ő jó. Mennyire tapasztalod azt, hogy a kézművesek és a szakemberek együttműködők, hogy nem féltékenyek a tudásukra, hanem átadják? Hát nálunk ez a szó, hogy féltékenység nem annyira jellemző. Mi ezért szeretünk a házba dolgozni a kollégáimmal is, mert egy olyan közegbe dolgozunk, ahol szívesen átadjuk a tudásunkat, segítjük egymást, és mindig együtt gondolkodunk. A rászoruló gyerekek tábora után mi következik a programok sorában, hogy telik ez a nyárutó? Hát mivel ugye öt táborunk volt, vagy lesz még a jövő hetivel, így nagyon szeretnénk a nagy közönségnek és a szülőknek, nagyszülőknek, a, a Öcsei tudás tudásközpontban látogatóknak megmutatni, hogy a gyermekek milyen alkotásokat készítettek. És szeptember másodikán nyílik egy kiállítás, ahol ezeket a kis alkotásokat fogjuk bemutatni. Emellett még lesz az Alamútja Hagyományőrző Egyesületnek egy könyvbemutatója és kiállítása. Jelenleg a Bakanóra a festő kiállítása van, akkor fognak jönni különböző festők, akkor fognak az Egyesületnek a munkái láthatók, úgyhogy végig év kiállításokat szervezünk három hetente. Hogy érzed, hogy mennyire volt hiánypótló ennek a tudásközpontnak a létrejötte? Mennyire speciális az a terület, amit ti átfogtak a munkátokkal? Hát egyre többen jönnek hozzánk, tehát nagyon nagy előnyünk, hogy a városban vagyunk. Tehát az iskolákkal, óvodákkal felvettük a kapcsolatot. Szeptembertől májusig heti 60-70 gyerek jön el hozzánk, ahol egy-egy három, alkalommal háromfajta kézművességet próbálhatnak ki. Azon kívül ugye a délutáni szakkörök, ami minden a nap 4 órától 6 óráig van, oda is egyre több ember jön, el, látogat el, és próbálja ki ezeket a szakmákat. Gratulálok ahhoz a munkához, amit végeztek, és sok sikert, sok sikerélményt kívánok azoknak is, akik hozzátok elmennek. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Repertoár az ellentétek harmóniája címmel nyílt kiállítás májusban a Göcsei Múzeumban Zóbkati divattervező munkáiból. A múzeum azzal teszi egyedi ezt a programot, hogy azóta szinte hetente szubjektív tárlatvezetéssel várják a közönséget. Ezen a héten Krajcár Béláné ruhaipari szakmérnök várta a látogatókat, és mi is itt jártunk. A rendezvényt óriási érdeklődés övezte, ezért a szervezők rendhagyó módon két alkalomra is felkérték a köztiszteletben álló szakembert. A szerda délután 15 és 17 órakor meghirdetett programokon zsúfolásig megtelt a kiállító tér. A májusban Zalaegárszegre érkezett válogatás. 30 év munkájából ad ízelítőt. Zób Kati divattervező és a Kati Zób divatház 85 alkotásával találkozhat a látogató. A különböző tárlatvezetésekből kiderül, hogy ezek mit jelentenek a meghívott előadóknak. Krajcár Béláné örömmel tett eleget a felkérésnek. A felkérés nagyon megtisztelő volt, aztán az érdeklődés szintén, de ez egy óriási terhetró rám, hogy micsoda felelősség a saját szemszögemből elmondani azokat a ruhakölteményeket, ami egyszerűen lenyűgöző, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. Én megmondom őszintén, szeretném ezt az egészet a fenntarthatósági divat jegyébe előadni, mert ezek a ruhák, ezek olyanok, hogy bármikor fel lehet venni, csak meg kell találni a megfelelő alkalmat. A szakember nem csak zópkati ruhakölteményeit kedveli, de elismeri a divattervező vezetői mentalitását, a kollégáihoz és a munkához való hozzáállását. Tiszteltem azért a mondatáért, amikor ide kiállt, és azt mondta, amikor eljött, hogy nem ő saját maga miatt állít, hanem egy csapat van mellette. Szerintem ő egy rendkívül jó vezető lehet, mert a mai világban, hogyha ezek a varonők, akik ezt elkészítették lenyűgöző, gyönyörű módon, és ők ott maradnak mellette, akkor a Kati tud valamit. Tényleg, hogy jól kezeli az embereket empatikus, kedves, kreatív, ügyes, tanult, nyilván tanult is. A gyűjtemény három térben látható. Az elsőben a formakultúrájuk fejlődését szimbolizáló színes mesevilágot jelenítik meg. A középső teremben kiállított műtárgyak a családról és élettörténetekről szólnak a nagyteremben pedig felsorakoztatják a motívumok, illetve a varrási és díszítési technológiák sokszínűségét. A retrospektív tárlat augusztus végéig várja a látogatókat. Rendhagyó tárlatvezetést még Gasztonyi Beáta, az Alavár megyei Szentrafel kórház főigazgatója és Karátani költőnő tart. Így hát azok, akik lemaradtak a szerdai tárlatvezetésekről, azoknak is lesz alkalma még megtekinteni ezt a kiállítást, és már is itt van következő vendégem, Tódor Tamás. Szia Tomi, a Zalaegerszegi Turinform Iroda munkatársa idegenvezető. Köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, Évi, és köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok! A beszélgetésünknek az apropója az, hogy nagyon különleges sétákat hirdettetek, és hirdettek, ha jól tudom, holnap is lesz egyébként egy van. kasztrosét az Alejgerszegen. Honnan jött az ötlet, hogy felkeltsétek a vágyat az iránt, ami már megvan nekünk, hogy az is vártok egy ilyen programra? Hát a Turinformironnák már évek óta missziója, hogy e, szinte az egész folyamán különböző barangolásokra hívjuk az érdeklődő turistákat és a városlakokat egyaránt. Imáron harmadik éve tervezük azt a sajátos programsorozatot, mi szerint nyáron heti rendszerességgel garantált időpontunkban várjuk a vendégeket. Idén sem volt ez másképp. Általában négy témával, négy különböző témával várjuk az érdeklődőket ezekre a speciális barangolásokra. Hát például holnapi nap ez egy különleges gastronomi élményt fog biztosítani az érdeklődőknek, hiszen a göcsei ízeket fogjuk megismerni az Aligerszegi Piac és a vásárcsarnok területén. És emellett természetesen a legerszekhez kapcsolódó érdekes történeteket fognak a látogatók hallani, észrevenni, meglátni, megfigyelni. Hogy tapasztalod, hogy a résztvevőknek mekkora a százaléka a turista, és mekkora a százaléka az itt élő vendég? Amikor elkezdtük ezeket a ö, városnéző túrákat, akkor a ö, zömében városlakók vettek részt rajta, és tavaly fordult meg az arány, amikor már azt érezzük, hogy a talán fele -fel arányban turisták és városlakók ö, ö, egyaránt szívesen részt és idén voltak olyan sétenk is, ahol ö, bizony a turisták száma több volt, mint a városlakóké. Ennek meg kifejezetten örülünk, hiszen a nyári időszakban azért ö, nyári időszakban is természetesen várjuk a turistákat sok szeretettel. Te, ahogy megbeszéltük, 11 éve dolgozol a Turinform irodánál, és azt gondolom, hogy elévülhetetlen érdemeid vannak abban. Rengeteg kutatásod, hogy felkutattad azokat az alegárszági történeteket, amelyek aztán ezeken a sétákon jól működnek, hiszen egyre több és több vendéget vonz. Ezt te megtaláltad, vagy a feladat talált meg téged? Köszönöm szépen először is. Talán egyértelmű is a városlakok számára, hogy nekem ez egy, ez egy, egy szerelem feladat, nagyon szeretem még az előző iroda vezető pereszlegény szobó Júlia volt az aki kapacitált, hogy végezzem el az idegenvezetői képzést. Én akkor már egyébként szívesen kutattam a város történetében. Hozzáteszem nagyon fontos és informatív szakanyagok születtek az elmúlt évtizedekben, a, a muzeológusok régészeknek, a könyvtárosoknak a, a segítségével, a munkájából. Ezekből nagyon sok tudtunk dolgozni, és hát akkor ott van még a saját kutatás is, amikor magánemberektől, vagy esetleg levéltári anyagokból tudunk hozzátenni érdekes információkat az adott programhoz. Természetesen az is kell, hogy akkor egy olyan kollektíváljon mellettem, hogy lehetővé teszik azt az időt, biztosítják, hogy, hogy én kutatni tud, tud, tudhassak. Nem elvitatva az elődeid és a kollégáid érdemeit, de hadd kérdezzem meg, hogy tette hozzá ez a fajta kutató munkához, vagy ehhez a rutinhoz az, hogy korábban újságíróként dolgoztál? Tett hozzá nyilván maga ez, ez, a kutató munka, ez abból is ered, hiszen amikor egy adott témát még újságíróként vagy online szerkesztőként feldolgoztam, akkor el kellett menni akár a kezdetekig, vagy bizonyos sarokpontokat megtalálni, és hát ezek fontos kutató módszerek az idegenvezetők munkához, és ez így van. Plusz, nem beszélve arról a vénáról, amivel megtaláltad a sztorit ezekben a történelmi vonatkozású történetekben. Én mindig azt mondom, hogy Egerszegnek a a fantasztikus, tehát, hogy akár merre fordulunk, a, 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 akár a Széchenyi tértől, akár a Dísztértől, vagy a Deák tértől, tehát, hogy ott van előttünk a város egész történelme szinte szó szerint. tehát hogy Ezért is van az, hogy már évek óta különböző útvonalakon tudunk speciális témákon keresztül megmutatni a Egercegnek a történetét. Különböző témákra speciálva is, meg természetesen, amikor egy csoport érkezik, akkor nekik a klasszikus városnéző, városi történeti barangolásokat ajánljuk. Melyik séta vagy melyik történet az, ami a legnagyobb hatást teszi a hallgatóságodra? Hát most kettős éte van, amit én is kifejezetten szeretek, meg úgy veszem észre, hogy a, a közönség is ö, ö, nagyon megkedvelt. Tavaly évről hoztuk át idén a Zalaegerszegi Rendezvú című szerelmes történeteket, vegyítő sétánkat, és ö, én ezt egyébként már több fórumon is elmondtam, hogy ö, Tuba Jándra iroda vezető ötlete volt, hogy ö, dolgozzunk fel egy, ö, egy ilyen témát, és azért én mondom, mit fogok én ezzel kezdeni, tehát hogy nem a téma volt nehéz, hanem hogy magának a, az előadás mondnak a megtalálása, és akkor bizony létrejött egy olyan téma, ami egyébként most én a kedvencemnek vallok, és idén is már több alkalommal bemutattuk, és egyébként ezzel fogjuk zárni az idei nyári programsorozatnak az utolsó része, ez lesz az Elegerszegi Rendezvú. Augusztus 25-én várjuk akkor az érdeklődőket erre a sétára. A másik séta az pedig a Rejtély az egész város című hátborzongató, különleges, meghökkentő történeteket tartalmazó programunk, ami egy teljesen új útvonalon halad, hiszen a Turinform irodától haladunk a, a keresztúri tér, keresztül a városnak a modern szívébe, a dísztérre, és pont ez az az útszakasz, ami a legkevésbé esik útba a turisták számára, hiszen általában mi a Deák tértől a Kossuth utcán keresztül érkezünk a dísztél, és pont a, a, városnak a régi története derül ki, de ez az útszakasz, amit az előbb említettem, ez az 50-es, 60-as évek változásának a tükre. Nagyon jó volt ezt a témát felkutatni, és kialakítani az útvonalat, megtalálni a hozzá kapcsolódó történeteket. Hát nem tudok elmenni a tény mellett, hogy hátborzongató, Mesélnél néhány hátborzongató epizódot Zalaegerszeg történetéből? Hát, ö, Érdekes eset az is, hogy a, a 1932-ben történt, december 24-én egyébként hajnalban, amikor egy lovászfiú meg egy postavállalkozónak a fia összeverekedtek a, a postának a lovardájában, hogy odaérnek-e időben a, a csomagokkal a pályaudvarra, és hát a, a verekedésnek az lett, hogy mindkét férfi kórházba került, ugyanis a lovak megrugdosták őket. Az egyiknek eltört a, a, a lába, a másiknak pedig a, a fejét ért az ütés, úgyhogy ez egy ilyen kis érdekes történet, de hát ami a, a leghátborzongatóbb és a, az idősebb egerszégek számára ismert, az a komamária féle gyilkosság, ami a Kossuth utca 18 szám alatti házban történt. Egyébként ez az épület ma már nem létezik, viszont a dísztérnek a közepén állt egy koron, tehát a Zalai Nemes szobrától néhány méterre található az a terület, ahol az az 1975-ben álló házat lebontották, és aminek az első menetén történt ez a borzalmas gyilkosság, amikor komamária Mária földarabolt a főbérlét és megpróbálta eltüntetni a, a tetemet. Hát ezek után nem érdemes a kérdés, de mégis felteszem, hogy a szerelmes randevú ezzel szemben ö, miről szól és kiket érint az aligerszeg múltjából. Az egy nagyon könnyed kedves téma. Igen, ehhez képest mindenképp. Mindenképpen pedig hát ott is öt különféleképpen érintjük a szerelemnek a témakörét, hiszen a költői házasságot mutatjuk be először itt például Keresztúri Dezső és felső feleséges Eber Máriának a, a lírai kapcsolata került terítékre. A második történetünk az pedig Karinti, a híres írónak és második feleségének, Bőmarankának. Ez a viharos verekedésektől, botrányoktól sem mentes házassága. Ez egyébként azért kapcsolódik Zalegerszeghez, hiszen Bőmarankát Zalegerszegi kettóból húzolták el a haláltáborok egyiké 1944-ben. A sétas, ennek a séta programnak a harmadik etapja pedig egy kedves házasság, Morandini Tamás építész és Weber Máriának a, a harmonikus házassága következik. Utána egy kis érdekes fordulatot veszünk, ugyanis az anyaszeretetet, az anyaszerelmet mutatjuk be, Pem, József, az Mincenti és édesanyja kapcsolatán keresztül. A séták utolsó állomása pedig az Ódon Deák tér, ahol természetesen a haza és egy beteljesőtlen szerelemnek a, a története került terítékre. Elképesztő történet, évszám, mennyiséget kell a fejedben tartani, azért az kiderül azokból, amit mesélsz. Hogy emlékszel vissza, van-e olyan kutatási eredményed, amire te bukkantál rá, és a te történeted ebből a szempontból, hogy ez általad nyert, akár a füzetekben, akár a séták alkalmával felidézhetőséget? Hát a, a egyik kedvenc kutatási témám egyébként az elegerszegi advent és a karácsonyvárásnak az ünnepe, és voltaképpen erről szakanyag nem született, úgyhogy a, én már három éve egyébként tartom az adventi sétekos, és egy-két évtizedet belőle korszakokat mutatok be az érdeklődőknek. Kezdve az 1880-as évektől eljutottunk egyébként az 1930-as évekig, és hogyha időm engedi majd, akkor idén az 1950-es, 60-as évek karácsonyvárását, illetőleg az adventi ünnepnek a hangulatát szeretném bemutatni az érdeklődőknek. Ez, ez teljes egészében ő, saját kutatás. Elsősorban ő, újságokból tudok ő, szemezni, bizonyos visszaemlékezéseket találok, illetőleg a korhangulatot az pedig a, a, a történészeknek a munkáiból hozzá tudom ő, kapcsolni. Ez, ez, ez nekem egy szintén szerelem munka. Olyan is előfordult, amikor ismerősök ö, ö, révén találtam olyan információkat, mint például a kamarákháza felkért egy sajátos bejárás, és akkor ö, akkor derült ki számunkra, hogy a 60-as években, amikor még stk ként működött az épület, ott, akkor ott élő békás terhességi tesztel dolgoztak a, a dolgozók, úgyhogy ez is egy érdekes színfotja volt annak a sétának. Mi az, amin most dolgozol? Az előbb említettem a karácsonyi téma, hát én most már egy-két hete nekiálltam, anyagot gyűjteni, hiszen pont az 50-es, 60-as évek az egy nagyon nehéz és sok mindent felül időszak, úgyhogy itt sok felé kell kutatni, anyagot gyűjteni, és akkor általában egyébként november végén, december elején már a, a témája, és akkor át is tudjuk adni a közönségnek. Ha ránéztem, és erre is gondoltam igazából a kiadványok vonalán, hogy lesz-e új Zalegerszegi történetek füzet, vagy így ebben az értelemben publikálsz -e így. Ilyen jellegű történeteket. Ezeket a füzeteket, főleg a, a Barna borító Zalegeszek titkait azt már ö, ö, több kiadást megért, és minden kiadáskor aktualizáltuk is, például a most itt látható füzetben már a, a legújabb turisztikai nevezetességek is szerepelnek benne azok, amelyeket az elmúlt évben adtak át a közönségnek. Úgyhogy ebben az értelemben ezek a kiadványok mindig megújulnak. Egyébként nekem nagy vágyam, hogy egyszer majd egy nagy albumban egy hasonló idegenvezetőket segítő könyvel Nyilván ez egy további hatalmas kutató munkát igényel, az egy hosszú távú terv. Beszéltünk arról, hogy holnap is lesz egy séta, és a nyár végén is lesz egy, a kicsit távolabbi jövőben mi az, amivel ősszel tematikusan várjátok a látogatókat. Évelején elkezdtünk egy fantasztikus sorozatot napvándor címel, és a, a napi egyenlőségekhez kapcsolódóan a Zanegerszeg különböző túra, turista útvonalain várjuk az érdeklődőket, és akkor és túravezető segítségével mutatjuk meg a a dombos területünknek a, a nevezetességeit, érdekességeit. Úgyhogy szeptember végén. Újra egy hasonló barangolásra várjuk az érdeklődőket a Zazárás völgyben Ő fog kezdődni, és akkor a karácsony előtti időszakban, aztán december 22-ére esik, akkor pedig stílusosan a Karácsonyhegyen fogunk barangolni. Emellett lesz majd még egy sétánk, várhatóan október végén, november elején, ez pedig a 170 éves kórház történeti bemutató séta. Azt remélem, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és kicsit tettünk hozzá ahhoz, hogy még többen látogassák a programjaitokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ennyi fért a mai kultúrkörbe, köszönöm, ha velünk tartottak. Azt remélem, hogy jövő héten is találkozunk a viszontlátásra. A műsorvezető sminkje Barbara kozmetikájában készült.